Szeretettel a testvéreket, Szent Háromság ünnepe után 11. vasárnapban. Akiket Isten elhívott, azokat meg is igazította, továbbra is ez a vezérfonalunk a vasárnapok sorában, és ma erre figyelünk, mindig kegyelemre szorulunk. Az az ember, aki megáll Isten előtt, hogy Isten kegyelmét kérje, az az ember valamit ígérni, ígér is. Ezt fogjuk ma végig gondolni a prédikációban. Az úrvacsora évében ma is egy mondatot vihetünk haza. A mai vasárnapunkra szóló mondatunk így hangzik. Krisztus maga hív asztalához, ezzel elveszi tőlem mindazt, ami terhel, és megadja nekem, hogy életemnek legyen egy boldog, reményteli alap. Szeretettel hirdetem a testvéreknek a következőket. Az elmúlt hétvégén sok minden történt. Pénteken Schnell Robert és Müller Szilvia kérték házasságukra Isten áldását. A szombati napon Parkó Patrik és Jászberényi Ágnes kérték házasságukra Isten áldását. És ugyanezen a napon Jenei Robert Gábor és Balica Klára kérték házasságukra Isten áldását. Valóban tegye örömtelivé és boldoggá mindhárom házaspár életét, ami úrunk.
Szomorúan hirdetem, hogy elhunyt gyülekezetünkben Pitz Henrik, bonyhádi lakos, 84 éves korában. Temetése augusztus 27-én csütörtökön 3 órakor lesz itt a bonyhádi evangélikus temetőben. Ugyancsak elhunyt Gergely Istvánné, született Peszterházi Katalin, hidasi lakosunk, gyülekezeti tagunk, 88 esztendős korában. Temetéséről a család a héten intézkedik. Isten vigasztalása legyen a gyászoló családokkal. Az előttünk álló héten is lesznek események. Bechtel Norbert és Csiki Bettina augusztus 29-én szombaton 16 órakor fogják kérni házasságukra Isten áldását. És augusztus 30-án jövő vasárnap délután 15 órai kezdettel tanévre hangoló címmel családi nap lesz a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola udvarán, ahová minden családot hívunk és várunk. Ez a tanévre hangoló egy ilyen bevezető akar lenni, ahogyan a családokat és a gyerekeket is hívjuk, hogy együtt hangolódjunk rá az előttünk álló tanévre. Ehhez segítségül a mennyegző társulat fogja húzni a talp alá valót, népzenével, illetve hangszer bemutatóval is készülnek, ők Balaton-Szászóról érkeznek majd ide közénk. Isten áldása legyen ezen a programon. A gyerekprogramok között is sokan segítenek, ezzel kapcsolatban kérjük, hogy aki tud, hozza magával a kedvenc szörpjét, illetve a poharát, amiből majd kóstolni tud mások kedvenc szörpjeiből is. Isten áldása legyen a mostani Isten tiszteletünkön. Köszönjük ifjú Kamp Salamonnak, hogy a gyülekezeti énekünket színesebbé teszi trombita játékával, illetve kántorunknak, Hevér Lászlónak is. Így kezdjük meg az első énekünket a 402-es énekkel. 402-es énekünkkel.
Fölsegíti az Úr az alázatosokat, és földig alázza a gonoszokat. Gyönyörködik az Úr az őt félőkben, akik kegyelmében reménykednek. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá,
és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránytája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de azt sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra lobbant az ellen az ember ellen, és azt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt elkövette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Én kentelek föl Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda a házát is, és ha azt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehest. Őt magát pedig meggyilkottattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozol el soha a fegyver a házattól. És mivel megvetettél engem, és elvitted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondta az Úr. A tulajdonházadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed látára elveszem, és másnak adom, aki fényes napról fog a feleségeiddel halni. Te ugyan titokba cselekedtél, én azonban egész Izrael előtt napvilágnál cselekszem meg ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Védkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak. Az Úr is elengedte védkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán. És megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egy házát.
De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők minnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár őt így prédikálunk, és így lettetek hívővé. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostol hitvallást. Hiszen egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pogromra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen a Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Az ige hirdetésre készülve a 446-os thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt az evangéliumi igét, melyet megírva találunk a Máté evangéliumában, a 6. fejezetben, a hegyi beszédben. A 12., illetve a 14. és 15. versben a következő. Jézus itt tanít bennünket, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az egyik legszentebb imádságunk, amelyre Jézus maga tanít meg, és ennek 5. kérése az, amely ma előttünk áll. Amikor Jézus, mint egy a tanítását összefoglalva, tanítványait megtanítja erre az imádságra, olyan kéréseket próbál megfogalmazni ebben az imádságban, a mennyei atyát megszólítva, amely a hívő keresztény ember számára tulajdonképpen a legfontosabb. Hitet kérünk, a mindennapi kenyeret kérjük, vagyis hogy Isten gondviselése vegyen körül bennünket. A gonosztól kérjük, hogy mentsen meg bennünket az Isten, és ott a kérések között, valahol a középen ott van, hogy a bűneink bocsánatát kérjük Istentől. Ha azonban az ember megfigyeli, akkor az egész imádság sorában mi emberek egy valamit ígérünk meg az Istennek. És ez az egy valami arról szól, hogy ha Isten megbocsát nekünk, akkor mi is. Az ember újra és újra átéli a maga tökéletlenségét, vétkes, bűnös voltát. És az embernek rá kell döbbennie, amikor szembesül mindezzel, hogy ezzel a helyzettel csak is egyedül Isten előtt tud állni. Nem találunk sehol máshol megoldást bűneinkre, vétkeinkre. Egyedül Istennél. Onnan jön a szabadulás. Isten az, aki tulajdonképpen megbocsáthat egyedül. És ezért bocsánatért esedezhetünk hozzá. Ha végig gondoljuk az Ószövetséget, és az ószövetségi nép, a zsidóság kultusz történetét, akkor tulajdonképpen ezt mutatja be számunkra az egész áldozati kultusz. Hogyan az ember egy egész nép Isten elé áll, és megpróbál esedezni Isten bocsánatáért, kegyelméért. Igen, amilyen nélkülözhetetlen testünk táplálására a kenyér, olyannyira nélkülözhetetlen számunkra Istennek a kegyelmes bocsánata. A bűneink Istennel szemben tartozást jelentenek, mert nem adjuk meg Istennek azt, ami az Isten. Ezért még a legkegyesebb tanítványnak is kell bűnbocsánatért esedeznie, könyörögnie az Istenhez. Tulajdonképpen Jézus ezzel az 5. kéréssel arra figyelmezteti tanítványait, hogy hazug, gonosz szolga az, aki bűnbocsánatért könyörög Istenhez, holott fele barátjának ellene elkövetett bűnét nem akarja megbocsátani. Isten nem azért bocsátja meg bűneinket, mivel mi is megbocsátást gyakorlunk. A megbocsátás gyakorlása, ahogyan megbocsátunk másoknak, egyáltalán nem létesít jogigényt Isten előtt. Nem azért bocsát meg Isten nekünk, mert mi is megbocsátunk. Sokkal inkább fordítva van. Mivel átéljük Isten bocsánatát,
bocsánatát, ezért lehetünk képesek arra, ezért indulhat meg a szívünk, lelkünk arra, hogy a másiknak megbocsássunk. De az a tanítvány, aki haragos indulattal, gyűlölettel gondol fene barátjára, mert az megbántotta, hazugká lesz kérésével Isten előtt. És így eleve lehetetlenné teszi annak meghallgatását. Jézus a megbocsátás követelményét újra és újra tanítványai elé állítja. Így abban a mondásban is, melyet az evangélista a mi atyánkhoz kapcsolva közöl, ahogyan hallottuk a felolvasott igében, mert az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok, ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. De ugyanúgy érthetjük meg Jézus tanítását az irgalmatlan szolgáról szóló példázatban is. Amikor egy szolga az urának bűntületes, szinte kifizethetetlen adóssággal tartozik, és ezt az ura elengedi neki, utána pedig ő a fele barátjának, a barátjának nem hajlandó elengedni azt a belátható, megfizethető tartozást. És persze, hogy ekkor az egészről tudomást szerezve az Úr mégiscsak számon kéri rajta azt a kifizethetetlen tartozást. Szeretett testvéreim, életünk során számos olyan helyzettel találkozunk, amikor megsértik az önérzetünket, megbántják érzéseinket, összetörnek bennünket. Legyen ez szülő-gyermek kapcsolatban, párkapcsolatban, barátságban, de még egy főnök beosztott viszonyban is elkerülhetetlenek az összezörrenések, sértések, egymás szándékos vagy éppen nem tudatos megbántás. Ilyenkor úgy érezzük, hogy jogunk van duzzogni, sajnálni magunkat, neheztelni haraggal vagy éppenséggel, gyűlölettel gondolni arra a személyre, aki csalódást, fájdalmat okozott. Pedig haragunk őrizgetésével leginkább magunknak hártunk a legtöbbet. Igen, vannak sebek, amelyeket nem felejtünk el. Bizonyos helyzetekben a gyógyuláshoz vezető út inkább a megtörtént rossz tudatosításában rejlik, mint sem annak elfelejtésében. A rossz tehát nem tűnik el, sőt jelen van. Viszont lassan átitatódhat szeretettel, átváltozhat. Az Ószövetségben azért lehet szó Isten haragjáról, mert Isten szeretetét saját népének hűtlensége sebzi meg. A Biblia történelmének legkülönlegesebb szempontja, ez az, amit felfedeztek a proféták is, azon a tényen nyugszik, hogy Isten szeretetével felül emelkedik haragja. Ósiásnál olvassuk a következőket. Népem kitart a hűtlenkedésben velem szemben, szívem megváltozott bensőmben, és szánakozásom is felgerjedt, nem cselekszem haragom helye szerint, mert én Isten vagyok, és nem ember. Annak számára, aki megbocsát, a megbocsátás nem más, mint a saját haragjával való küzdelem. Szenvedély, amit érzünk, nem erőszakos cselekedethez vezet, hanem egy belső fordulathoz, melynek során föláldozzuk az igazság iránti vágyunkat azért, hogy egy lépést tehessünk a bűnös felé. Ézsaiás proféta még tovább megy, mikor a titokzatos, szenvedő szolga alakját állítja elénk. Megvetett volt és elhagyatott az emberek között. Fájdalmak férfia, betegség ismerő, pedig a mi betegségeinket hordozta, és a mi fájdalmainkat viselte. Az ő sebei által gyógyultunk meg. A kereszténység ebben a szövegben, ebben az ézsaiási proféciákban Jézus értünk hozott áldozatának előképét látja.
Jézus türelme vádlói előtt, szenvedése Jeruzsálemben tanúsítja, hogy ő nem menekült el sem a szenvedés, sem azok elől, akik megpróbálták csapdába csalni. Ahelyett, hogy felvértezte volna magát a támadások ellen, Jézus előzetes felkészülés és minden hátsó gondolat nélkül elfogadta azt, amire elvár. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azért mondhatta Krisztus a kereszten mindezt, mert a legvégsőkig megnyílt a szeretetre, és elfogadta a szenvedést azok kezéből, akiket igazán szeretett. Igen, ebben az értelemben a kereszt olyan egzisztenciális dimenziót nyer, mely mindannyiunknak, még a nem hívőknek is megtöbbenést okoz. A valódi szenvedést sokszor azoktól kapjuk, akiket igazán szeretünk. Ha az ellenségemtől szenvedek, normális dolog. De hogyan fogadhatom el a szenvedést annak a kezéből, aki a barátom, akit igazán szeretek? Azt gondolom, hogy pontosan itt érthetjük meg, itt élhetjük át, hogy mit jelent az megbocsátani a másiknak. Ferenc pápa a következőket mondja, Jézusra hivatkozva a következőket fogalmazza meg. Hasonló módon mindannyiunknak tudnunk kell megbocsátani, mégpedig mindig. Aki ezt naponta 70-szer, 7-szer kéri tőlünk, miután a bűnös megbánta a bűnét. Jézus túloz a kifejezés módjában, csak hogy megértesse velünk a megbocsátás fontosságát. Mert az a keresztény, aki nem képes megbocsátani, valójában nem a keresztjén. Tudni kell megbocsátani, mert mi is bocsánatot nyerünk. Ez áll ugyanis a mi atyánkban, amit Jézus tanít nekünk, emelik ki Ferenc pápa. Ez persze nem érthető emberi logikával, hiszen az emberi logika nem megbocsátásra ösztönöz, hanem bosszúra, gyűlöletre. Hány család megosztott, mert nem tud megbocsátani. Gyerekek, akik elhagyják szüleiket, férj-feleség. Nagyon fontos arra gondolni, ha én nem bocsátok meg, úgy tűnik, nincs jogom arra, hogy nekem megbocsássanak. Vagy pedig nem értettem meg, mit jelent az, hogy az Úr megbocsátott nekem. Előbb érthetővé válik, hogy a tanítványok, halván az előbbieket, miért mondták az Úr. Növelt bennünk a hitet. Igen, ebből az egészből, Jézus tanításából érthetővé válik, hogy hit nélkül nem tudunk úgy élni, hogy megbocsássunk. Igazán, szívből. Szeretett testvéreim, ezen a mai vasárnapon nem csak azt kell végig gondolnunk, hogy Isten kegyelmes. Nem csak azt kell megértenünk, hogy Istenhez fordulhatunk hibáinkat, vétkeinkkel. Nem ezen a vasárnapon arra tanít bennünket az Úr. Arra tanít bennünket Krisztus ebben az imádságban, hogy mi is hasonlóképpen bocsássunk meg az ellenünk vétőknek. Leginkább ebben az egész folyamatban nem is a másik az érdekes, hanem én magam. Aki megtalálhatom ezen keresztül a békességet. Aki megtalálhatom ezen keresztül az Istenhez és a másikhoz vezető utat. Aki megtalálhatom ezen keresztül önmagamhoz az utat. Szeretett testvéreim, tudom, hogy nem könnyű. Mégis naponta gyakoroljuk a megbocsátás drága ajándékát. Ez az egyetlen, amit Isten kér tőlünk. Ha fel tudjuk fogni, hogy mi, akik bűnös emberként, sokszor naponta elbukó emberként rászorulunk Isten kegyelmére, és ebből a kegyelemből élhetünk, akkor lássuk meg,
hogy ugyanebből a kegyelemből akar élni a másik ember is. Lássuk meg, hogy ugyanarra a megváltásra van szüksége a másik embernek is. Ezért tudunk a másikra úgy nézni, mint akikkel a legtöbbet akkor tehetjük, ha mi magunk is megbocsátunk neki. Én azt kívánom, hogy ezt a drága ajándékot, drága feladatot gyakoroljuk naponként, ha kell, 70-szer, 7-szer is. És azt kívánom, hogy mindehez, ami Urunktól, Krisztustól kérjük az erőt és a hitet. Amen. Könyörögjünk. Mennyei Atyánk, aki egyházat gyűjtesz magadnak a földön, kérünk, add kegyelmedet, hogy ajándékaidat meg ne vessük, hanem teljes szívvel bízzunk benne. Kérünk, Urunk, szabadíts meg bennünket az elbizakodottságtól, a gőgtől, a szeretetlenségtől, hogy testvéreinket ne ítélgessük, ne is nézzük le őket, hanem megértéssel és szeretettel hordozzuk egymást. Könyörgünk azokért, akik bűnei terhe alatt rosdanak. Add, hogy felismerjék, nálad számukra is van bocsánat, mert Szent Fiad legyőzte a bűn hatalmát, és még ma is irgalommal hív magához minden elesettet. Könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunkért és az egész kereszténységünk. Segíts, hogy szégyent ne hozzunk rád méltatlan életünkkel, és emlékeztes, hogy csak irgalmatból élhetünk. Taníts kegyelmedből élni, hogy neked engedelmeskedve, bűnösökként is a te dicsőségedet szolgáljuk. Oltalmadba ajánljuk a szenvedőket, a betegeket, a nélkülözőket, azokat, akik most gyászolnak. Ne terheld őket erejükön felül. Mutasd meg rajtuk irgalmadat, hogy el ne keseredjenek. Siess segítségükre, szabadíts meg. Urunk, a te áldásodat kérjük mindazok számára, akik most ezen az elmúlt hétvégén áldásodat kérték. Légy velük, őrizd meg életükben, szeretetükben azokat a házas párokat, akik oltárod elé álltak. Légy azokkal is, akik körülveszik őket, hogy szeretetükkel segítsék, támogassák ezeknek a pároknak az életét. Urunk, őrizd és védelmezd ezután is országunkat. Add, hogy egyetértésben és békességben éljünk. Adj vezetőinknek bölcsességet, és ébreszd őket előtted való felelősségük tudatára, hogy neked tetszően kormányozzák népüket. Add, hogy az eljövendő nemzedékek is örömmel vallják hazájuk. Ezt a földet. Hallgass meg minket, Urunk, és légy hozzánk irgalmas. Ne emlékezzél meg bűneinkről, hanem újítsd meg rajtunk kegyelmedet, hogy elnyerjük az örök üdvösséget Szent Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, akinek tanítása szerint együtt valamennyien még így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kegyelmünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyük Isten áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa tereád az ő arcát, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
az Isten tisztelet végén majd mosolyra fogunk egymástól elköszönni, de mielőtt még elköszönnék, szeretettel köszöntöm Valica Ivánt és kedves feleségét is itt az Isten tiszteleten, nyugdíjas evangélikus lelkész kollégám, aki a Budavárra szolgált hosszú évtizedeken keresztül. A 293-as imát fejezzük be az Isten.